A nyíregyházi törvényszék bírái ezúttal a hallgatóság széksoraiban. Kedden délelőtt főként az ő tavalyi évi munkájukat értékelték az intézmény második emeleti tárgyalójában. Márpedig munka akadt bőven, összesen 65.371 ügy érkezett a törvényszékhez, ez országos viszonylatban a negyedik legtöbb a vármegyék közül. Az összbírói értekezletet megelőző sajtótájékoztatón elhangzott, az ügyek lefolytatásának hatékonyságát sikerült még magasabb szintre emelni a korábbiaknál. A befejezéseknek a száma is növekedett, így a folyamatban lévő ügyek aránya nem nőtt, hanem gyakorlatilag a nyíregyházi törvényszéknek a munkáját az időszerűség, a szakmaiság, illetőleg a kiegyensúlyozott ítélkezési tevékenység jellemzi. A társadalom részéről mindig megfogalmazódik egy olyan igény, hogy az ügyek minél hamarabb fejeződjenek be, és azt lehet elmondani, hogy a nyíregyházi törvényszék ebben a tekintetben is kimagasló teljesítményt nyújt, hiszen az ügyeknek a több mint 90%-a egy éven belül befejeződik, és nem csak arról van szó, hogy egy éven belül befejeződnek az ügyek, hanem az ügyeknek a nagy száma első fokon jogerőre is emelkedik. Mindez azt jelenti, hogy az első fokon hozott ítéletek nagy része az ügyfelek részéről is elfogadott volt. Vadász Mihály, a nyíregyházi törvényszék elnöke is kiemelte a hosszú pertartamú ügyek számának csökkentését. Továbbá hangsúlyozta, hogy a bíróságok által első fokon intézett ügyekben is sikerült előrelépni a korábbiakhoz képest. Ezek azok az ügyek, ahol másodfokon jellemzően a debreceni ítélőtábla jár el, 749 ilyen ügy érkezett, talán nem tűnik soknak, de ezek szinte kivétel nélkül nagy terjedelmű, nehéz megítélésű, sok esetben a sajtó érdeklődésére is számot tartó ügyek, néhány országosan is kiemelkedő jelentőségű üggyel. Legnagyobb ügyterhet Vármegyénkben a Nyíregyházi Járásbíróság viseli, csak erre a bíróságra közel 30.000-29.737 ügy érkezett. Főosztályvezető úr is említette, hogy a magas színvonalú ítélkezés mellett a társadalom elvárható követelménye az, hogy gyorsan befejeződjenek az ügyek. Valóban így van. Eleget tettünk az elmúlt évben is ennek az elvárásnak. A polgári peres ügyek 89,4%-a, a büntetőügyek 88%-a befejeződött egy éven belül. A sajtótájékoztatón elhangzott a várhatóan ősztől működésbe lépő Csengeri óriás börtön, a büntetés végrehajtási terheket is jelentős mértékben növelni fogja a nyíregyházi törvényszéken. Éppen ezért várhatóan újabb tárgyaló termeket tesznek alkalmassá táv meghallgatás lebonyolításához. Ezt még az idei év végéig megvalósítják.